csontvázakról álmodom. Csak elindul felém, jön közelebb, egyre közelebb. Nem bírom tovább, visítok és felébredek. Csak álom volt, mondja anya, mintha sokat segítene, hogy a szörnyűség itt belül van, és nem ott kívül. Miért hívják a széket épp széknek? Miért mondjuk a késre, hogy kés, és honnan tudjuk, hogy a bogja bogja? Ki volt a névadó? Ki mutogatott rá mindenre? Ez kő, ez fű, ez fenyő. Talán a dolgokat nem is így hívják igazában. Talán szomorú, akit, hogy nem mondhatják. Ne higgyetek a névadónak, sokkal szebb nevünk van igazában. Ingrid Sőstrand, milyen kár? Milyen kár, hogy nincs cipzár a banánon? Ha csak felét akarom megenni, bezárhatnám a maradékot. Azt hiszem, cipzárat fogok szerelni egy banánra. Mondjuk füzetkapocsal. És enni kezdem a buszon, lehúzom az árat, majd szalok belőle. Újra behúzom. Klassz, mi? Hogy bámulnak majd az ürgék. Persze ők úgy tudják, hogy nincs cipzár a banánon. Bélyeget gyűjtöttem. Apa hozott egyszer egy kilót. Azóta nem gyűjtök bélyeget. Bélyeget gyűjtöttem. Papa hozott egyszer egy kilót. Azóta nem gyűjtök bélyeget. Bélyeget gyűjtöttem. Papa hozott egyszer egy kilót. Azóta nem gyűjtök bélyeget. Láttad már két fiú arcát, mikor biciklivel gurulnak le a lejtőn? Az első arcán ez van. Nézzétek, mit tudok én? A második arcán, mama segíts! De nem nyúlt a fékhez, ha nem fékez az első. Délután néha a háztető velünk szemben olyan furcsa színű lesz. Süt a nap, és az ég se kékebb, mint máskor. De a tető nem vörös, nem barna, nem is lila, hanem messzeségszínű. Ki kellene repülni az ablakon, át, oda, messze.